Nagy tisztelettel köszöntöm a Városi Tévén keresztül Füzesabbi lakosságát, képviselőtársaimat és a képviselőtestületi ülésen megjelenteket. Először is megállapítom, hogy határozott képesek vagyunk, mert 6 fővel vagyunk jelen, 3 hiányoznak. A napirendi pontok részben kiküldésre és kiosztásra kerültek. Most a rendkívüli ülésünkön 2 napirendet javaslok megtárgyalni, amelyet fel is teszek szavazásra, aki ezzel egyetért kérem készvénnyitással levezzet. Megállapítom, hogy egyhangulat elfogadásra került. Át is térnék az első napirendi javaslatra. Javaslata a bölcsődei fejlesztés Füzesabonyban megnevezésű projekt megvalósítására szükséges költségnövetmény megelőlegezésére. És Mesznyi Dr. Balogh-Szilviát felkérném, hogy pár szóba ismertesse az előterjesztés lényegét. Önkormányzatunk sikeres pályázata a bölcsődei építés, amelynek a kivitelezője kiválasztásra kerül. A legalacsonyabb ajánlatot adó kivitelezési összeg is magasabb, mint ami rendelkezésre áll, ezért a képviselőtestület korábbi ülésén döntött arról, hogy a hiányzó fedezetre ráemelési kérelmet nyújt be az irányító hatósághoz. A ráemelési kérelemnek az elbírálása az hosszabb időt vesz igénybe, viszont a projektet jövő év május 31-én meg kell valósítani. A kivitelező addig nem kezdheti meg a munkát, amíg a hiányzó fedezet rendelkezésre nem áll. Ezért átidaló megoldásként javasoljuk a képviselőtestületnek, hogy előlegezze meg ezt az összeget a folyószámla hitelkeret terhére, és majd ha a ráemelési kérelemben döntenek, akkor ez az összeg visszapótlásra kerül. Amennyiben esetlegesen ez a kérelem elutasításra kerül, akkor pedig dönt a fedezetnek az önerőként való biztosításáról. Erről szól az előterjesztés, és ehhez kérjük a képviselőtestület támogatását. Köszönöm szépen a tájékoztatást, kérdezem képviselőtársaimat, már kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. Amennyiben nincs, szavazásra teszek a határozati javaslatot, aki ezzel egyetőként készpontítása jelezzel. Megállapítom, hogy egy hangulag elfogadásra került. Második napirendi pontunk, javaslat a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezetvizsgálat szükségességének lezárására. És beszélünk a Balogh-Szilviát kérni nyitását. Folyamatban van a településrendezési eszközöknek a módosítása az M13-as előterjesztéssel és ez alatt a név alatt. A szükséges hatóságok, illetékes szervek bevonása kerültek az előzetes eljárásba, és ezek a szervek nem tartották szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását. Ezt tudomásul véve döntenie kell erről a képviselőtestületnek, hogy a képviselőtestület sem tart erre igényt, vagy nem tartja szükségesnek, és ezzel a döntéssel a főépítész kezdeményezi a megyei főépítésznél az M13-as jelű rendezési tervmódosításnak a lefolytatását. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Kérdezem képviselőtársaimat, már kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért kérem készfenyújtásra jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra kerül. Akkor rendkívül ülésünk végére is értünk, további szép napot kívánok!